folyamatosan emelkedik az egészségügyi dolgozók bére. Uniós és magyar források biztosítják az akciótépítés fedezetét. Átadták a Gyöngyösváros szociális ügyéért és az elfogadás díját. Jó estét kívánok, Szabó Dénes vagyok a HOTV keddi híradójával. Az ágazati bérmegállapodásnak megfelelően a jövő hónaptól tovább nő az egészségügyiek bére, az orvosok, ápolók és kórházi gyógyszerészek így decembertől ismét emelkedő bevétellel számolhatnak. Az egészségügyi béremelésről az Emberi Erőforrások minisztere beszélt a Batthyány Stratmann László születésnapja alkalmából tartott állami ünnepségen, ahol miniszteri elismeréssel díjazták Zelni Krisztinát, a 60. Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet munkatársát. Balogh Zoltán elmondta, hogy azért kell az anyagi elismerésről is szólni, mert tudja a kormány, hogy még nem elég. Ezért kell újra és újra elmondani, hogy igen, november 1-től tovább emelkedtek az ápolók, mentőorvosok, szakorvosok, szakgyógyszerészek bére. Kötöttünk egy olyan bérmegállapodást, amelyhez tartjuk magunkat, egy több éves béremelési program keretében 98 ezer egészségügyi dolgozó, köztük 79 ezer szakdolgozó, 16 ezer szakorvos bére emelkedett a hónap elejétől, és megyünk tovább ezen az úton. A szakdolgozók, mentőápolók bére 12%-kal, a szakorvosok és szakgyógyszerészek bére pedig 100 ezer forinttal emelkedett november 1-től. A szakvizsgával rendelkező orvosok, akik ugye a rezidens ösztöndíjak kényszerítették ki többek között ezt a béremelést, és a gyógyszerészek, akiknek nincs szakvizsgájuk, ők is havi plusz 50 ezer forintot kapnak. A miniszter ünnepi beszédében kifejtette, hogy a következő években így 2018-ban és 2019-ben is lesz egy 8-8%-os emelés. Az Albert Schweitzer Kórház főigazgatója szerint a béremelés miatt rendkívül nagy lépcsőfokat lép az ágazat ismét a tavalyihoz képest. A 60-i kollégák is nagyon várták ezt, hiszen az erkölcsi megbecsülés mellett fontos az anyagi elismerés is, tette hozzá dr. Stankovics Éva. Ápolás szakmai részen több mint 11%-os béremelésről beszélhetünk. Orvosoknál, szakorvosoknál ez 100 ezer forintot jelent havonta, nem szakorvosoknál és gyógyszerészeknél pedig 50 ezer forintot. Én azt gondolom, hogyha összességében is nézzük az elmúlt időszak béremeléseit, bizony-bizony egy jelentős alapbéremelés történt, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy ez egy alapbéremelés, és utána az ügyeleti díjak, az egyéb pótlékok ebből számolódnak, tehát nyilván azok is emelkedni fognak. A napi munka során a fizetések növekedése plusz indítatás a dolgozóknak, a fogadtatás mindenképpen pozitív, mondta a főigazgató. Egy lelkiismeretes, elhivatott munkát fizet meg ezzel az ágazat vezetése a kormány. Nyilván nagyobb lelkesedéssel, nagyobb lendülettel állnak a kollégák a munka mellé is, ami azért szeretném elmondani, hogy alap állapotban is egy elhivatott, magas szakmai színvonalú munka. Mindannyian vágyunk az elismerésre, a motivációra, és a béremelés ennek egy formája, ami nagyot fog lendíteni a munkaerő visszaáramláson is, amire nagy szüksége van az egészségügynek, mondta dr. Stankovics Éva főigazgató. Apcs és Jobbágyi között kedden reggel elindult az útfelújítás, az 5 kilométeres szakasz Heves megyei része a megoldandó feladat, jelentette be Szabó Zsolt államtitkár, a térség parlamenti képviselője. Sejp és Petőfi bánya között is kezdődhet a munka, amennyiben ebben az időjárás is partnere a közútkezelőnek. A források ugyanis már megvannak rá. Már szedik fel a patkát, dolgozik a markológép, elkezdődött a munka Apcs és Jobbágyi között az út rendbetételére, jelentette be Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője Apcon, az ott zajló felújítás megkezdése alkalmával. Az 5 km hosszú út, a 21-es főút évtizedekkel ezelőtti elődje fontos a lakosok szempontjából és az iparéből is. Ráadásul a Nógrád megyét érintő pályaszakaszt korábban már újra aszfaltozták, hangoztatta a képviselő. Nógrád megyék már korábban megcsinálták ezt az utat, itt volt az ideje, hogy mi is a sarkunkra álljunk, és meg tudjuk ezt oldani. Én nagyon szépen köszönöm a magyar kormánynak, és konkrétan a magyar közútnak,
a Magyar Közút Heves megyei szervezetének igazgatóságának, hogy adott pénzt és kaptunk tőlük segítséget munkában, munkaerőben, anyagban, amiből ez a felújítás megtörténhet. A feladattal néhány nap alatt végezhetnek, az építők, a közlekedők türelmét kérik addig is. Annál is inkább, mert ez már nem az első út, amely Apcon manapság megújul, és Rózsaszent Márton irányába is megvan a kormány döntése a folytatásra, tette hozzá az államtitkár. A területi operatív programban részben uniós pénzből, részben a magyar állam forrásaiból újul meg a Sejp és Petőfi bánya közötti szakasz. Erről is beszélt Szabó Zsolt egy másik helyszínen. A korábbiakban ez az útaránynak jól tartotta magát, most már az állaga nagyon leromlott, és első lépésként a Sejp Petőfi bánya közötti szakasz fogjuk felújítani. Leszedjük két oldalt a Szegét, ezt elszállítjuk. Azokat az útszakaszokat, amik rossz állapotúak, azokat fölmarjuk, az egyenetlenségeket kiegyenlítjük, és egy teljesen vadonatúj koporéteket fog kapni, fölfestett felezővel, egy szóval teljes egészében felújítjuk az egész utat. A források már rendelkezésre állnak az útépítéshez itt is. Az időjárás függvénye, hogy meddig tudnak eljutni idén a munkával, de az biztos, hogy következik ebben az irányban a Rózsaszentmárton és a Szűcsi közötti rész is. Jövő nyáron pedig a Sejp és Zagyvaszántó közötti szakasz kerülhet sorra ugyanezen forrásokból, hangsúlyozta Szabó Zsolt. 13. alkalommal adták át a Gyöngyösváros szociális ügyért kitüntetést, amit idén Berzsényi Tamás név vehetett át, aki a Visonta úti idősek klubja nemrég nyugdíjba vonult vezetője. Az elfogadás díját pedig T. Bokros Mária, a Legyen mindig otthonuk alapítvány kurátora kapta. Az igazi hősök köztünk járnak. Mellettünk élnek és tevékenykednek, de sokszor annyira természetesnek veszük a munkájukat, hogy fel sem tűnik, milyen áldozatokat hoznak embertársaikért. Az ő fizetségük pedig nem a hó elejé vastag boríték vagy bankszámla, mert sajnos még mindig rendkívül alacsony a bérük, hanem egy jó szó, egy mosoly, a segítségre szorulók el nem várt hátrája. De nem panaszkodnak, teszik, amiben hisznek, és amit tenniük kell. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a jelenlévőket Kévés Tamás alpolgármester a szociális munkanapján tartott ünnepségen a Mátra Művelődési Központban. A város által alapított Gyöngyösváros szociális ügyért kitüntetést minden évben olyan embernek ítélik oda, aki a szociális munka területén kiemelkedő munkát végzett. Az idén a Visonta úti idősek klubja tagjainak felterjesztésére Berzsényi Tamásné a Kistérségi Humánszolgáltató Központ munkatársa kapta meg a kitüntetést, aki közel 40 évig dolgozott a szociális ellátás területén, nyugdíjba vonulása után is aktívan segít a szociális munkában, a Legyen mindig otthonuk alapítvány által létrehozott otthonban segíti a bentlakók mindennapjait. Valamikor, amikor a pályát elkezdtem, akkor én a szülészeten kezdtem dolgozni fiatalokkal. Majd a gyermekeim, amikor megszülettek, miattuk már nem vállaltam három műszakot, és akkor indult el Gyöngyösen a házi segítségnyújtás, és oda mentem el, mert ott éreztem azt, hogy segíteni tudok. És minden egyes alkalommal, amikor kimentünk az idősekhez, olyan volt, mintha a nagymamámhoz mentem volna, vagy az édesanyámhoz. Átadták a civil szervezetek és magánszemélyek által alapított elfogadásdíját is, amit idén T. Bokros Mária kapott meg, aki a Legyen mindig otthonuk alapítvány kurátora és a Bugát Pál kórház sajtóreferense is. Mindannyiunkban ott van az elfogadás. Én azt szoktam mondani, mindannyiunknál van egy Márton köpeny, akit ráterítünk a koldusra. Most Márton nap közelettével különösen értékes ez a kép. Kell, hogy legyen köpenyünk, amit ráterítünk a koldusra, a fázóra. Enélkül nincs emberi élet, azt gondolom, nincs igazán teljes emberi élet. Az ünnepi műsort követően Maka Piroska, a Kistérségi Humánszolgáltató Központ igazgatója mondott pohárköszöntőt. Beszédében elmondta, egyre nagyobb figyelem fordul a szociális területre. Ez látszik mind az intézményfejlesztésekben, mind pedig a benne dolgozók elismerésében. Minden településre eljutnak a kötelező orvosi vizsgálatokat biztosító mobil szűrőállomások, mondta az emberi erőforrások minisztere.
Balogh Zoltán kifejtette, márciusig 20 ilyen busz áll forgalomba, ebből 10 járművet általános vizsgálatokra használnak majd, 10 pedig mammográfiás vizsgálatra lesz alkalmas. A járművek főképp a nehezen elérhető kis lélekszámú és a szűrővizsgálatokból leginkább kimaradó településeket keresik majd föl. Magyarország nem fizetett váltságdíjat a Nigériából kiszabadított magyar túszért, akit kalózok raboltak el 3 hete, közölte a Terror Elhárítási Központ főigazgatója. Hajdú János hangsúlyozta, a mentést a TEK válságstábja irányította, a magyar szakemberek a németekkel együtt tárgyaltak a túszejtőkkel. A magyar férfi a körülményekhez képest mentálisan és fizikálisan is jól van. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, holnap is várjuk Önöket a megye legfontosabb híreivel. Addig is kövessék nyomon friss híreinkért a 60online.hu-t. Viszontlátásra! Szerdán erősen felhős lesz az ég, gyenge eső előfordulhat. Napközben 5-10 fokot mérhetünk, csütörtökön északkeleten lehet több napsütés, máshol erősen felhős lesz az ég, napközben 5-10 fok valószínű, pénteken felhős lesz az ég, de csak helyenként fordulhat elő kisebb csapadék, 7-12 fokig emelkedik a hőmérséklet.